Szeretettel üdvözlöm Önöket! Ismét eljött az idő, hogy együtt töltsünk a képernyő előtt immáron 2 órát. Úgyhogy most helyezkedjenek kényelembe, ne egy, hanem 2 pohár vagy csésze italt helyezzenek maguk mellé, és töltsék velem ezt az időt, remélem, hogy rendkívül érdekes dolgokról lesz szó. Már az első blokkunk. Nagyon örülök, hogy ilyen szeretettel fogadták Árendás Lászlót, aki egy újdonságról, a dance terápiáról beszélt nekünk az első adásban, és most folytatjuk. Ezután második blokkunk az olvasólámpa. Hát ha emlékeznek, egy ország gyászolt, amikor Erős Zsolt eltűnt, és sajnos nem tudjuk, hogy pontosan mi történt vele. Az édesanyját fogom vendégül látni, és egy olyan könyvről beszélgetünk, amit természetesen Zsolt ihletett. A következő blokkunkban a szép magyar települések érdekes események, megismételjük Csetény községgel készült beszélgetésünket, azért, mert azt hiszem, hogy az egy igazán nagy esemény, ha valaki a nemzeti vágtán az ezüstérmet hozza el. Ezután Cantando következik, azaz megfogjuk az Önök kezét Di Angelóval, és térben és időben utazunk most a filmvilágába, a filmek hercegnőiről lesz szó, és természetesen Lili Magóni művésznő lesz az, aki a dalokat nekünk előadja. Záróblokkunkban pedig Éliás Tiborral az egészségünkkel fogunk ismét foglalkozni. A témánk a szinergens hatás. Jó szórakozást kívánok mai műsorunkhoz. Önök követhetnek minket a Facebookon, a 6-os csatorna weboldalán, és hívhatják a műsor állandó telefonszámát 0620 9 340-330. Egészségünkre! És akkor nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Árendás Lászlót, természetgyógyász, és örülök, hogy ismét le tudtunk ülni egy kicsit beszélgetni. Én is nagyon örülök, és köszönöm szépen az újabb meghívást, meg azt a sok érdeklődést, amit az első adást követően a nézők felől érkezett, és köszönöm szépen, hogy át is adtad az érdeklődéseket. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy végre egy újdonság, egy jó dolog, de még olyan kíváncsiak az emberek, szóval még mindig nem tudnak mindent róla, úgyhogy most a mi dolgunk az, hogy az első 3 mondatban összefoglaljuk egy kicsit, amennyire lehet a múltkori adást, és akkor elkezdjük az új témákkal. Rendben. Maga a készülék egy olyan nem invazív, azaz nem behatoló jellegű kezelési mód, ami az akupunktúrás pontokon keresztül, amelyeket nem tűvel stimulálunk, de a meridiánokon át bejut az agyi központba, és az agyi központot serkenti arra, hogy a periférián, ahol a fájdalmat érezzük, ott valamiféle kiegyensúlyozást, azaz egy könnyebbedést hozzon létre. Ez az alapja a készüléknek, ami... Ugye tudjuk, hogy több mint 3000 éve már a sárga császár volt az, aki leírta ennek a módszerét, de a mai technika most ért el oda, hogy az elektromos stimulációval kiegyensúlyozottan ugyanazokat az eredményeket tudjuk elérni anélkül, hogy bármiféle külön fájdalmat okoznánk. Ez aztán nagyon-nagyon széles spektrumon dolgozik, hiszen nincs olyan betegség, amit a meridiánokon keresztül ne tudnánk segíteni, hogy kiegyensúlyozottá váljon. Azt mindnyájan tudják a kedves nézők is, hogy a csínek nevezett életenergia, mint olyan, a meridiánokban áramlik, és hogyha valahol szükület van, akkor mögötte fölszaporodik ez az energia, ez mindig fájdalmat jelent. Azok a szervek, amelyek pedig a szükület után következnek, nem kapnak elég életenergiát, azaz csökkenni fog a működésük.
mind a kettőre kiválóan alkalmas a készülék, tehát ha egy szükület van, azt kiegyensúlyozottan tágítani tudja, ezáltal az alatta lévő szervek megkapják a működéshez szükséges kiegyensúlyozottságot, és az, ami a fájdalmat okozta, ez a pangó terület, szépen lassan felszívódik, és maga a fájdalom is megszűnik. Uh-huh. Tehát akkor tulajdonképpen mi emberek, amilyenek vagyunk, ez ősidőktől így van, ez nem változik. Az ősidőkben voltak erre módszerek, hogy stimulálják ezeket a bizonyos meridiánokat és az energiapontokat, míg mára már a modern technika segít nekünk abban, hogy a lehető legjobban találjuk meg ezeket a pontokat. Mivel találja el a készülék a pontot? Mivel stimulál? Ezt megmutatnám, a múltkor is néztük, hogy a készüléknél a kezelő felületen két különálló és nem érintkező felület van. Az egyik a pozitív, a másik a negatív. Amivel működik, az két kis elem, és ez a két kis elem az, ami az energiát adja ahhoz, hogy működjön a készülék. Tehát két ilyen kis elemnek az energiája, ami abszolút nem veszélyes az emberi szervezetre, tudja ellátni azt a funkciót, amelyet akár akupresszúrával, vagy alternatív masszázsterápiával, vagy egyéb módokon, természetgyógyász segítségével meg tudnánk csinálni, de ezt mondhatjuk, hogy ez egy önálló természetgyógyász, akit otthon tartunk, akár benne a szekrényben. Érdekes, hogy elgondolkodtam, hogy a mi nyelvünkben az elektromos áram, elektromosság egy szó, de míg az angoloknál maga az erőt jelenti. És ez a kis készülék tulajdonképpen egy hatalmas erőt hordoz magában, amivel a mi erőnket váltja ki tulajdonképpen. Ez így igaz, nem kell semmiféle külön erőt kiváltani, viszont tudni kell, hogy hová kell elhelyezni. És itt van egy nagyon érdekes dolog. Megemlítenék egy nevet, hogyha lehet, Park Jae-woo-nak a nevét. Igen. Ő egy koreai orvos, aki egy picit megreformálta a sárga császárnak a leírásait, mégpedig olyan mikrorendszereket alkotott, amelyek a kézfejen, a lábfejen és a fülön is utolérhetőek. Mikrorendszerek? Igen. Nagyon egyszerű egyébként, és olyan zseniális, hogy ezt mindenkinek ismerni kéne. Oroszországban például az óvodában is tanítják a gyerekeknek, de komolyan, hogyha bármelyikőjüknek gondja, problémája van, akkor egyik a másiknak tudjon segíteni. És ezt a kedves nézők is nagyon könnyen meg tudják érteni, hogyha így tartom a kezemet, akkor ez a fej, ez a nyak, és ez a nyelőcső, itt van maga a rekeszizom, itt a szív, és a két oldalt a tüdő. De ha tovább megyünk, ez a hasüreg. Maga a tenyér. A tenyérnek a belső része a hasüreg, ez a jobb kéz, bal kéz, jobb láb, bal láb. És ha megnézed, mindegyiknek ugyanolyan a tagoltsága. Tehát a kézfej, a csukló, ez az alkar, ez a felkar. Tessék megnézni a lábaknál. Lábfej, boka, lábszár és a comb. De ha megfordítjuk a tenyerünket, akkor is minden teljesen stimmel. Mert itt van a nyak, ez a hetes nyakcsigolya, ezt szokták banyapupnak hívni. Igen, és a legtöbbször ez messzesedik, csúszik el. Így van, tehát nagyon sokféle gond és probléma van. Ideget zár el. De ha innen tovább megyünk, akkor ez a torakális, azaz a mellkasi rendszer, és ha itt középen megyünk le, akkor itt jön a lumbális terület, itt a szakrális terület, és itt van maga a szakrum. Ez meg a végbél. De ez is nagyon fontos, mert ha aranyérrel kapcsolatos problémája van valakinek, akkor kiválóan tudja használni a készüléket. De az előbb említettem a lumbális területet. Biztos nagyon sok olyan kedves néző van, aki már szenvedett a lumbágótól. Az egy tragédia. Nem tud mozogni. Hogyha erre a területre ráhelyezzük magát a készüléket,
és beindítjuk azt az áramot, ami az itt lévő teljes kiegyensúlyozottságot tudja biztosítani, körülbelül egy 5-8-10 percen belül egy teljes oldást tud elérni, és nem mindegy, hogy négyrét görnyedve, vagy nyugodt állapotban tudjuk megvárni a segítséget, hiszen egy lumbágónál az nem egy egyszerű dolog, amíg elmúlik. Tulajdonképpen most ez olyan egyszerűnek tűnik, azt én nem mondom, gondolom, kedves nézőink sem jegyeztek meg most mindent, hogy a kezünkön hol mi van. Egyszerűnek tűnik, de reméljük, hogy ezt majd megtanuljuk. De az, hogy egy ilyen esetben csak rá kell tennem, és ez önmagától dolgozik, vagy illetve engem dolgoztat a szervezetemet, az egy nagyon jó dolog. Mennyiben dolgozik a mi szervezetünk, és mennyiben a készülék? A készülék változatlanul most is csak azt csinálja, hogy impulzust ad le. Az agyunk egy olyan szintetizáló központ, ahol a kézfejről, lábfejről, sőt, ugye a fülünk is egy komplett mikrorendszer, sőt, az arcunk egy komplett mikrorendszer. Ezekről a beérkező információkat feldolgozza, és hogyha ő onnan érzi, hogy itt bizony egy lumbális területről érkezett maga a jelzés, azonnal egy válaszreakciót küld, nem ide, hanem a lumbális területre, ahol a fájdalom van. És úgy fogjuk tudni érezni az oldást, hogy másodpercről másodpercre az agy fog dolgozni, és egy ilyen akut jellegű problémánál nagyon sokszor ismételhetjük, akár fél óránként, óránként, amíg teljesen helyre nem jövünk. Tehát maga a készülék mindig ugyanazt teszi, impulzust ad le, a két elem segítségével, az erősséget mi választjuk meg, és arra mindig oda kell figyelni, hogy ne túl fájdalmasan. Vannak olyan területek, ahol csípő érzést lehet érezni, akkor kicsit lejjebb kell venni a frekvenciát. Ezt mind meg tudja tenni a készülék. Hú, tehát akkor a legjobb, hogyha azért mi nyugalomba vagyunk, amikor ezt használjuk, tehát ülünk, fekszünk, esetleg tévét nézünk. Hát már, ha tudunk lumbágon bele nyugalomba lenni. Hát az egy nagy kérdés, mert akkor az ember se ülni, se állni, se feküdni nem tud. És akkor figyelnünk kell, hogy mi a adott testrész reakciója? Tehát, hogy fáj, nagyon fáj, csipked, és mi van, ha semmit nem érzünk? Akkor pedig nem jól csináljuk, vagy az a helyes? Vagy lemerült az elem. Én hiszem azt, hogy akinek ilyen humora van, az aztán igazán odafigyel mi ránk is emberekre, mert humor nélkül nem lehet hozzáfogni ahhoz, hogy a másik emberen segítsünk. De még egyszer a mikrorendszerekre. Ennyit megjegyeztünk, hogy a kezünk, meg most ugye említette a fület. Tehát azt jelenti, hogy minden embernek van mikrorendszere, és több is? Bocsánat, minden embernek van mikrorendszere. Nincs olyan, aki úgy születik le, hogy nincsenek mikrorendszerei. Na most ezek a mikrorendszerek valójában azt jelentik, hogy megfelelőség, tehát a lábnak megfelel az a pont, ami mondjuk a gyűrűs ujjunk. De mennél mondok sokkal szebbet, és sokkal könnyebben megjegyezhetőd. Barbe-Jevou azt is leírta, hogy ez a mikrorendszer még jobban szűkíthető, hiszen egy ujjunkon is a teljes szervezet az, ami látható, és minden szervünk megtalálható. Ha így felmutatom az ujjamat, akkor te is látod, hogy ez itt fönt megegyezik a fejjel. Ez a terület nem más, mint a mellkasunk. Ez a terület itt lent pedig a hasűri szerveknek a helye. Ha megfordítom az ujjam, ez a koponyánk, ez a hetes nyakcsigolya, itt a felső, ez végig a háti gerinc oszlop, és innen kezdődik a lumbális terület, és ha itt megfogod magadnak, pontosan a medencét érzed. Tehát a medencének a csontjai itt tényleg találhatóak. Itt egy kicsit összébb megy, és itt kiszélesedik. És ez egy gyönyörűség. Tehát, ha valaki más nem jegyez meg, csak azt, hogy minden ujjunkon
kivéve a hüvelykujj, mert az csak 2 percből áll, rajta van reprezentálva az egész test. Akkor a lumbális területet ezzel a készülékkel ráhelyezem, és már is tudunk vele dolgozni. Hát ez nagyon jó. Na most egy kicsit új témát. Kétféle dolog van, ami ugye bánthat minket. Az egyik, amikor hirtelen jön valami nagy trauma, ezt hívjuk, vagy begyullad valami, vagy valami teljes testreható összfájdalom, ez az akut probléma. És van az, amikor valami pedig nem akar heteken át elmúlni, és a végén már azt mondjuk, hogy hát ez bizony krónikus. Mit tudunk mondani ehhez a két dologhoz? Az akut problémákkal kapcsolatban ugye mindig a prompt és azonnali segítségre van szükség. Ez az, amikor a készüléket nagyon gyakran, akár fél óránként, óránként lehet használni, de egy nagyon érdekes dolgot mondok, szintén ugye a meridián rendszerrel kapcsolatban van. Itt van a kormányzó 24-es, ez pont az orrunk alatt, illetve az állunknál. Itt fut a kormányzó meridián. Ez egy meridián. Ha bárkinek bármilyen ilyen nagyon akut ájulási rosszullét, mély rosszulléte van, akkor semmi más nem kell tenni, a készüléket oda helyezzük, és teljesen kiegyensúlyozottá tud válni az illető. Ha az orránál, mint nálam ugye bajusz is van, nem nagyon ér le a bőrig, akkor az állnál, az állcsúcs fölött lehet használni, és teljesen kiegyensúlyozottan az agyat arra inspirálja, hogy tessék visszajönni a kiegyensúlyozottság felé. Ugyanakkor náthánál, ezek ilyen akut, hirtelen ránk törő dolgok, ennél minél segít, de ugyanilyen a fejfájás, és sorolhatnánk, hát nagyon sok olyan probléma van, amire nem is gondol az ember, és hirtelen rátör, fél óránként, óránként használva, egy nap, két napon belül teljesen rendbe tudunk jönni. Most egy érdekes kérdés, hogy ugye ketté szakadnak az emberek, hogy jaj, ha akut van, akkor te csak ne csinálj semmit, majd várj egy picit. A másik meg azt mondja, hogy hát minél hamarabb. Mi a véleménye, László, erről? És mindenképp az ellen vagyok, hogy valamiféle fájdalmat megélni, átélni, és hosszú távon azzal, akár pár órán keresztül is meglenni, az teljesen fölösleges. Hisz amit a legelején is beszéltünk, hogy maga a fájdalom az annyit jelent, hogy valahol elzáródik a meridián, és mögötte fölszaporodik egy pangó csíkeletkezik, pangó életerő. Ez okozza a fájdalmat. Minek kell otthagyni? Minden fájdalmat tessék azonnal kiegyensúlyozottá tenni, hiszen sokkal jobb tenni az ellen, ami okozta a fájdalmat, mintha ott vagyunk, és a fájdalomtól mozdulatlanul várunk, és hogy majd elmúlik. És nem múlik. És ne, és abszolút nem. Viszont a másik, a krónikus helyzetben azt mindenképp el kell mondani, hogy mit értünk a krónikus alatt. Tehát ami évek óta is gondot és problémát jelent. Akár bélrendszeri, akár szívrendszer, és sorolhatnánk, ott a kezelést azt pici szünetekkel kell tartani. Ez annyit jelent, hogy 2-3 napon keresztül, ha kezelünk, akkor hagyjuk a szervezetet egy picit úgy regenerálódni, hogy maga az ok az előjöhessen, és ha bármiféle újabb tünetet hoz, jöjjön elő, és 3-4 nap múlva folytassuk a kezelést. Körülbelül 2-3 hét alatt nagyon nagy eredményeket tudunk így elérni, de nem úgy, hogy minden nap használjuk. Ez egy fontos dolog, hogy pihenni is kell hagyni. Igen? A szervezetet. Igen. Tehát egy kicsit kuraszerűen kezeljük, majd hagyjuk, hogy így a szervezet van. Ezt feldolgozza magának, így és van. Aztán megint elkezdhetjük, mert azért mondjuk egy kopásnál vagy valaminél, hát 40-50 évig koptatjuk magunkat,
Tehát gondolom, hogy azért ezeket tartósan kell majd kezelni. Tartósan kell kezelni, de abban mindenki biztos lehet, hogy a javulás az nem marad el. Uh-huh. Úgyhogy itt alapvető mindig az, hogyha elindítjuk azt az áramlást, ami kiegyensúlyozottan eljut addig a szervig, ahol a gond és a probléma van, ott mindenképp javulás fog létrejönni. Hogy ez mennyi időintervallumot vesz igénybe, mindig ezt szokták kérdezni, és meddig kell használni. Én csak azt tudom mondani, hogy nem egyik napról másikra alakult ki maga a probléma. Tehát, hogyha mondok egy olyan példát, ami nagyon-nagyon sok gondot szokott okozni. Hölgyek nagyon-nagyon sokszor szednek olyan fogamzásgátló tablettákat, amelyekkel tönkre teszik a hormonháztartásukat. Elhatározzák, hogy ők szeretnének kisbabát. Boldog örömmel támogatjuk, segítünk, ám de, amikor abba hagyják, akkor előjön egy csomó olyan gond és probléma bőrrel kapcsolatban, belső érzetekkel kapcsolatban, megváltozik a szervezetnek a teljes hormonháztartása, áll rendbe. Hány évig szedte? 10-12. Mennyi idő alatt szeretné azt, hogy rendbe jöjjön a bőre? Egy nap alatt. Igen. De sajnos ez nem tartható. Maga a készülék is rendkívül sokat tud segíteni abban, hogy a normális kiegyensúlyozottság felé lépjen a szervezet, de ehhez is idő kell. Tehát, hogyha ő 10-12 éven keresztül roncsolta a szervezetét, akkor legalább adjon magának 1-1,5 évet arra, hogy teljesen le tudjon tisztulni, föl tudjon készülni, és boldog örömmel kiegyensúlyozottsággal tudja vállalni az utódnak a megszülését. Hát kedves László, nagyon szépen köszönöm. Önöknek pedig elmondom, hogy Árendás László természetgyógyásszal beszélgettem a dance terápiáról, és hogy különböző helyzetekben, legyen az akut vagy krónikus, hogyan használhatjuk a készüléket, mit jelentenek a mikrorendszerek, és ha úgy érzik, akkor nézzék ismétléseinket, hogy még jobban megtanuljuk mindezt, vagy természetesen weboldalon, telefonszámon lehet még érdeklődni. Biztos, hogy Árendás úr segít mindenkinek. Örömmel. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.